NB2 29. fordulójában BKV elér egy Irmót FC Győr 0-0 mérkőzést követően Csank János, Irmót FC Győr vezetőedzőjét kértük meg, hogy értékelje a találkozót. Jó játszó előrét kaptunk ki, hiszen jó formában vannak a tavasszal, hiszen gyakorlatilag egy vereségünk volt a 9 meccsből, amit edzőváltás után csináltak, és nagyon volt, tehát önbizalmuk is volt, hiszen nem volt már felelősség rajtuk. Jól kezdtünk, de szokás szerint helyzet kihagyás után elkezdtünk rosszabbul játszani, könnyelműbben egy kicsikét a középen szórtuk el a labdákat, utolsó passzokkal komoly gondok voltak, azért nem volt még vagy három zipszer. Ugyanakkor hátul, ahol nyilván kísérletezek, hogy megtudja, hogy ki mit tud, milyen összetételben tudnak játszani, hát nem nagyon érezték egymást, ezért voltak olyan eszközös hibák, amelyből tudott volna gólni az előre, és hát egyéb ilyen kisebb problémák is kijöttek, amelyek szerintem nem biztos, hogy egy orvosolható edzéssel, képességbeli problémák is vannak, de mindenki becsülte hozzá, csinálta a dolgát, ez egyértelmű volt, de nem voltunk ott, most olyan folyamatosak játékban, mint azt reméltem volna, pedig a pálya kitűnő volt. És ez gyakorlatilag, hogy kértük a 11-est is, így nyilvánvaló, hogy egy ilyen csapat ellen, amely ugyancsak szólt az ittszereket, mint mi, nem lehetett győzni. Mind a két csapat ilyen szempontból gyengén teljesített, úgyhogy az X megérdemelt. Nyilván a helyzet kihasználása nem lehetsz elégedett, mert nem rúgtunk gólt, viszont a helyzetek számával elégedett vagy? Hát a szokás szerint megcsináljuk a helyzeteket, bár még ebben mindig voltak problémák, mondom, az utolsó passzos, ha passzoknál, ha jobban tud koncentrálni, tehát lehet, hogy jobb képességű, most erre nem tudok mit mondani, akkor több zicserünk van, de annak ellenére ennyi helyzetből kell tudni rúgni három gólt, aztán hogy a hátul a védők is megcsináltak a problémákat, ezért nekik is volt legalább annyi zicserük, hogy tudtak volna rúgni. Még azt mondom, ez lett volna a legreálisabb, a 3-3 lett volna, vagy 4-4, mert mind a két csapat nagyon sok helyzetet dolgozott ki a rossz védekezés miatt, és ezért miután kihagytuk a 11-est is, nyilvánvaló, hogy az X, mondom, reálisnak mondható. Köszönjük szépen, Csank János hallottuk. Mérkőzést követően Menceles Ivánt kérdeztük, Hazaiak szakvezetőjét, hogy hogyan látta a találkozót. Hát egy küzdelmes mérkőzés volt, az biztos. Azt előre jeleztem, nem ijedtünk meg ellenfelünktől, mert tudtuk, hogy ha csak védekezünk, akkor biztos kikapunk. Úgy gondolom, hogy fölvettük a kesztyűt és bátran játszottunk. Az első részben kicsit magabiztosabb volt a Gyirmó, de ezt sikerült átvészelnünk, úgyhogy utána két egyenrangú csapat volt szerintem. A helyzetek alapján körülbelül egyformák voltak, sőt azt mondom, talán nekünk nagyobb zicserünk volt, igaz a büntetőt, viszont a Gyirmó hagyta ki. Mondhatjuk azt, hogy osztályon felüli volt az Iram? Jó mérkőzés volt? Hát én úgy érzem, igen. Én úgy gondolom, igen. Mi úgy gondoljuk, hogy a kapusod volt a mezőn legjobb. Egyetértesz ezzel? Természetesen. Voltak a beívelésünk, voltak problémái, de úgy érzem, sorsdöntő volt, hogy a büntetőt megfogta. Összességében a utolsó forduló előtt, ha értékelnénk ezt a tavaszt, illetve azt az időszakot, amikor te érkeztél, hogyan tudnánk értékelni ezt egy percben? Hát egy percben nem könnyű elmondani, fantasztikus sorozat van mögöttünk, hiszen 9 mérkőzésből 4 győzelem, 4 döntetlen és 1 vereség van, és itthon az 5, amíg én voltam edző, vagy én vagyok edző itt jelen pillanatban, 5 mérkőzésből 4-et megnyertünk, ez az 1 döntetlen volt. Úgy gondolom, ez a sorozat magáé beszél, ezt nem kell megmagyarázni. Mikor én ide kerültem, a biztos bemaradást tűzték ki a vetek célul. Hát ezt elértük, de ebben a csapatban sokkal több van. De ez nem csak az én érdemem, az előző edző érdeme ugyanúgy, mint az enyém. Én úgy gondolom, és különösségben a játékosok érdeme. Felszabadultan játszottak, de mégis agresszívak, bátrak. Úgyhogy én csak pozitív élménnyel távozok, ha távozok. A szurkolóitoknak mit üzensz, mi vár a BKV-re, mi lehet a jövőkép? Hát a jövőkép az nem rajta múlik. Mi azt szeretnénk, hogy egy jó csapat alakuljon ki, hisz az alap megvan itt. Itt most már csak a játékosok megtettek mindent, tehát nem maradtak. Én úgy gondolom, ez a csapat öbre hivatott, mint eddig tettük. Tehát ez a csapat egy jó csapat, hisz ha azt nézzük, a
második kört nézzük, a között csapat az 5.-6. helyen van, a Gyirmót meg mondjuk a 8. Tehát ilyen téren, hogyha csak a második kört nézem, akkor ez egy jó csapat. Erre még építkezni, tehát kellenének játékosok, és akkor a jövőben egy erős másodosztályú csapatot szeretnénk látni itt a BKV pályán. Hogy ez megvalósul vagy nem, ha sajnos arra nem tudok most választani. Köszönjük szépen. Úgy gondolom másra. Köszönjük szépen, hogy gratulálok. Én köszönöm is. Gratulálok a Gyirmótnak is, mert fantasztikus jó csapat szerintem. És jövőre irány az NB1. Úgy legyen. Köszönjük. Én is köszönöm.